Azt kinondani nem lehet, hogy elleneztük neki. Gimnazista volt, ugye, és akkor sajnos a tanulásában is voltak problémák, mert hát akkor már annyira belekezdett ebbe a gitározgatásba. De hát aztán belejöttünk, végtelen boldogok voltunk később, mert már aztán a koncerteken igazolta, hogy tényleg hát elmentünk nagyon sokszor próbahelyekre is, meg papával. A szemünk fénye volt. Gyárba dolgozott, ilyen betanított munkásnak, apám szipész volt, sokat betegeskedett, és hát a Sándor második gyerek volt, és kicsit már idősek voltak hozzá, és ezért türelmesebbek is sokkal, és nehéz volt apámnak főleg elfogadni az első időben, de aztán ő lett a legnagyobb rajongója. Úgyhogy előtte voltak kilengések, de amikor kiderült, hogy mennyire tehetséges a gyerek, akkor végeredményben jól álltak hozzá a dologhoz. Ezt már nagyon tehetségesen rúgta a labdát. Akkor az egy idő múlva megunta, akkor elkezdett rajzolni. Abban az időben voltak ezek a sorozatok, ezek a rajzsorozatok, azt kezdte rajzolgatni, nagyon jól csinálta. Aztán elkezdte az aranyműves szakmát, és abban is tehetséges volt olyannyira, hogy
A vizsga előtt a Sándor már megmondta, hogy ő nem fog levizsgázni, mert ő megy a P-mobillal koncertezni, és ő neki az élete a zene, de még aznap ott volt a tanár, és könyörgött, hogy menjen el legalább, vizsgázzon le. Nem baj, ha nem csinálja, de legalább vizsgázzon le. Nem csinálta, inkább elment a P-mobillal, akkor kezdődött valamilyen koncert. Tehát rendkívül erős akarattal csinált mindent. Bencsik Samba az úgy jelentkezett, hogy hirdetést adtunk fel, bejöttek, játszottak. Ő például azért lett végül is a gitáros, mert valamelyik Rory Gallagher számot, azt hiszem a Szén Masztalit, vagy valamelyiket játszott, és folyamatosan tudott benne szólózni. Hát akkor mondom, legyen te a gitáros. És a Várban volt egy koncertünk, akkor még volt az a régi Várklub. 3 vagy 4 ember előtt, és akkor én már hallottam elő, hogy van egy nagyon jó zenekar, ez a P-mobil. Akkor még a Bencsik, Póta, Losó, Schuster, Huszár György, ez volt a felállás. Tehát akkor még a Vicky Dalsa volt a képben, még ez nagyon az elején volt. És játszottunk a teátrummal, és döbbenetes volt, bejött a Schuster meg a Bencsik. Megnézték a koncertet. És akkor azt hiszem 110 forint az origázsim, és azt hiszem 130-ra ráígértek, és így kerültem kapcsolatba a P-mobilval. Tehát a Bencsik Somóval is, és a
az egész P-mobillal. Egyszerű ember volt, sem olyan volt, mint olyan típusú volt, mint ilyen visszahúzódó. Jöttek utánunk, gyönyörű dolog volt, jöttek utánunk Tatabányára, jöttek Kaposvárra, és talán elkezdődött az, azt hiszem, hogy állandóan vonultak a P-mobil után. Szóval egyszerűen valahogy meg ott voltak, tehát a kaposvári gyerek ott volt Miskolcon. Én nem lehetett tudni, hogy hogyan kerülnek elő. Egy óra alatt ott volt Kaposváron Miskolcon, az ördög tudja, hogy csinálták. A célváros! Onnan mondom, arról emlékszem, majd szóljál bele. Minden péntek Miskolc, az biztos. Igen, péntek, igen. Minden péntek Miskolc volt, minden csütörtök Tatabánya vagy Dunaújváros. Nem, a szerdán volt. Szerdán volt. Minden vasárnap Csepeli Park, a Mantivi, az biztos. Kedd volt a budai. Kedd volt a budai, csütörtök volt a Lőrinci. Így van, így volt. És hétfőn, minden hétfőn Kaposvár. Na most gondolod el. Meg akkoriban három kategória volt, a tiltott, a megtölt és a támogatott, tehát mi inkább a tiltottban voltunk. Ezért nem tudtunk nagy lemezt felvenni ebben az időszakban. Három kis lemez jelent meg, mert a közönségnyomás akkora volt, hogy a állami monopólcég, a hanglemezgyártó kénytelen volt valamit elő megjelentetni tőlünk. Így jelent meg a két forintos dal, Menj tovább, Utolsó cigaretta, Miskolc, és a többi kis lemezen. Aztán végül is egy nagy űr volt a sikerességünk és a lehetőségeink között. Az asztalon! We'll be right back.
ugye külön stílus volt rockernek lenni, ami ugye olyan külsőségekkel járt, hogy minél szakadtabb farmerbe vagy bőrbe kellett járni, és a Samu volt az a gitáros, az a rockzenész, aki mindig egyfajta eleganciájával kitűnt a többiek közül, és a közönség fantasztikus módon elfogadta ezt a fajta egy kicsit különállást, mármint öltözetben, fellépésben, kinézetben való különállást, és ettől függetlenül őt ugyanolyan rockernek tartották, mert az ő személyisége, az ő zeneisége átment mindenen, és befogadóvá tette ebbe a közösségbe. Én nagyon szerettem, sokat is tanultam tőle, annak idején ez sok ilyen slendrián zenekar volt, hát szétestek, igazán nem játszottak jól, viszont nagyon fegyelmezett volt, mindig szigorú volt ilyen zenei ügyekben, úgyhogy nagyon sokat tanultam már mindjárt az elején. Még egy szippantás! Utolsó cigaretta! Szívját meg! Szívját! Utolsó cigaretta! We'll be right back.
amikor elkezdtünk saját számokat csinálni. És a 73-as Diósgyőri Rock Fesztiválra mentünk el, előtt egy kis táborban edzettünk, ott ingyen eltartottunk, meg alhattunk, és játszottunk estéként, és akkor azt mondtam, na most rakjunk össze számokat. És akkor készültek az első P-Mobile számok, feldolgozások, csináltunk paródiákat, a hajóló lehetnék, meg a szám paródiája, a Prézli dal, a Kégli dalból, elég a gombóc, Prézli kell, ez volt az eszmei mondani volna. És a leglényegesebb az volt, hogy a Sandónak azon kívül, hogy jó gitározott, jó ötlete is voltak. És tulajdonképpen a P-Mobile zenei alapját az ő ötletei adták. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Örök mozgó lettem, és ott is maradok. Mert én a mobilom. Se lehet őre rosszat mondani. Ugyanis én azt hiszem, hogy önmagában az a tény, hogy az egykori P-Mobile és a P-Box alapvető zenei stílusát ő határozta meg. Tehát az ő szerzeményei, az ő zenei világa, az ő gitározása egy fazont, egy típust adott ennek a zenének, és ha jobban belegondolok, a magyarországi hard rock műfajnak az elterjedése is tőle indult el. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a Samu volt a magyar Blackmoor, akkor ezzel talán valamit el tudok mondani. A hard rock műfajt talán az ő gitározása teremtette meg Isten igazából itt Magyarországon.
Bencsik stílusban gitározott. Igazán nem is tudnám senkihez hasonlítani. Őt a precizitás jellemezte, a szólói is ki volt minden gondolva, tehát egy átgondolt gitározás volt. Azok vagy szép dallamok is voltak, tehát nem csak úgy, hogy tekerek egyet, aztán kész. Nehéz volt vele dolgozni. Hát tudtuk, hogy zenéjel is maximalista, sőt, borzasztóan ingatott mindig a hangulata. Koncertek után, vagy koncertek előtt néha nem is lehetett hozzászólni. Én nagyon sokat voltam vele, mert mi állandóan együtt voltunk. Tehát vagy egy gőzfürdőben, vagy egy étteremben ettünk valahol. Nem tudom miért, de azt hiszem, mi kiválasztottuk egymást. És szóval néha nem tudtuk, hogy most mi lesz, hogy megrázta a láncát, és gitározott, és közben a szarvasbőrrel törőgette a gitárt, mert az a mindenre volt, hogyha koncert előtt sétálgatta a fehér gitárjával, aki sáját igazgatta, mert borzasztó helyes, nagyon helyes rász volt, és tényleg olyan jól nézett ki gitára, vagy jól nézett ki a színpadon is, és mindig ráztalázott, és mindig mondta, hogy na hát ez így nem fog menni, és nem tudtuk, hogy mi nem fog menni. Lehet legyen bármilyen jó koncert, ő mindig azt mondta, hogy ez nem fog menni. Azt hiszem, soha nem volt megelégedve sem a hangzással, sem a gitár hangzásával, sem saját maga munkával, és ez természetes dolog. Amit mi rockzenének nevezünk, sajnos úgy magyarul halt meg, és nagyon precízen kidolgozta a számokat, és amit még én külön díjaztam, az az, hogy elfogadta a véleményemet. Én csináltam általában a szövegeket, és hát én voltam a közönség a zenekarban, és lehozott egy refrént, és mondtam neki, ez nem tetszik, akkor láttam, hogy megsértődött, dúlta magát, hazajött ide, aztán másnap a próbára lejött, és azt mondta, na ez a refrén. És mondom, fú, ez nagyon jó. Ez volt a Miskolasznak a refrénje. Szerették, és a mai napig is, még a régi nóták is, amiket a P-Mobilba írt, azok ma is élnek, és ma is játsz a P-Mobil is. És én is játszom egyet, amit még ők írtak
Radicsnak az emlékére, a zöld, a vívőt és a feketét, de úgy szoktam elmondani, emlékezni, hogy a Radics meg a Bencsikre emlékezünk. Mondj, Sanyi, ti összevesztetek ki Kidál Gyulában még T-mobilos korotokban? Nem, mert erről szó sem volt soha. Egyszerűen én inkább arról beszélnék, hogy ez a mostani összejövetel egy véletlenek sorozata, amit idáig is csináltunk, azt hiszem, és ezt folytatjuk persze a mostani időkhöz. Nehezen tudod beletörődni abba, hogy nem lehet lemeznek. És a lemezjel először leválasztottalunk a Viki Dál Gyulát, aztán őt meg a Cserátit, és akkor aztán akkor megszakadt a kapcsolatok véglegesen, teljes egészében. Én nagyon sajnáltam, és mindig azt mondtam neki, tehát hogyha neked beleszólnak, hogy milyen akkordok jöjjenek egymás után, akkor neked sem volna mindegy. Hát mondom, gondold el, én meg megírok egy szöveget, amit szerintem fontos, és ami lényeges. Hát én sem akarom, hogy most ahhoz olyan észened lett, te szeretsz, te fogd meg a kezemet, vagy szóval körülbelül ilyen stílusban, és ezt nem fogadta el. Nem fogadta. Azt mondta, hogy végül is egy bizonyos ponton túl mindegy, hogy miről szól. Nagyon szép a színes tévé, kényelmes lakás. Nagyon jó, ha közölök a tálban, közölök a csirke paprikás. Hey baby, ne sajnáld, ha holnap este másnak szól a dal. Ne sajnáld, ha holnap másnak szól a dal. Hogy nem lehetett lemez, ez előbb-utóbb bomlasztani kezdte a bandát. Úgyhogy Viki Dál volt az első, aki éppen emiatt eltávozott. Ezt mondom, hogy Ajka a szülővároson, ott játszotta az utolsó buliát velünk, természetesen a Bencsikkel, meg velem, az utolsó buliát a fél mobile.
villám, álmavér, mindig rabol, sosem kér. Kiszálltak a P-mobilból egy hasonló kaliberű zenekart szeretnének csinálni, és ott oda várnának engem is. Lement a próba, semmit nem szóltak.
De még annyit se, hogy jó, kösz szépen, vagy majd értesítjük, ahogy ezt ilyenkor szokták. Hanem utána fölmentünk a Bencsik Samuhoz, és ott hosszú órákon keresztül beszélgettünk, de mindenféle semleges dolgokról. És hát én meg már tükörön ültem, minden bajom volt, hogy most akkor mi lesz, hát megfeleltem, nem feleltem meg. És amikor már nem bírtam magammal, persze azért előtt nem mertem hozni, hogy én kérdezzem meg, akkor a Samu csak annyit mondott, hogy hát akkor úgy döntöttünk, hogy telefon megfejtés. A névválasztás nyilvánvalóan utalás a P-mobilra. Te ehhez hogyan viszonyultál? Hát az elején, az első napokban még kóstolgattuk egymást. Beszélgettünk a névről, Pityit neveztük zenekarvezetőnek, de mégiscsak a Samuka volt a zenekar döntővezetője. Én meg köztük valahol, mégiscsak én voltam az új fiú, hisz kettejük kettőse már rég működött. Na, Samuka egyszer csak beállított egy idegen szavak szótárával, és azt mondja, megvan, Pandora's Box. Mondom, mi a túró? Hát ez egy csajnév. Erre felolvasta a mitológiai történetet, de hát végül is, ha azt mondjuk, hogy Beatrice, hát összepisáljuk magunkat a röhögéstől, de kóstolgattuk, és akkor Samu tagoltan lassan azt mondja, és a rövidítés, ó, szóval nem bírta ki, hogy oda csapjon a P-mobilnak, de nem lesz ebből baj, kérdezgettem. Dehogy nem, pedig én az elején azt akartam rögzíteni, bármit csinálunk, ne akarjunk hasonlítani a P-mobilra, na persze a Samu közben meg azt akarta megvalósítani, amit nem lehetett a P-mobilban. Csak én először azt hittem, hogy a P-mobil egyszerűségét akarja túlszárnyalni, miközben valójában ugyanazt akarta megcsinálni, csak sikeresebben. P-box első szerzeményei azok annak jegyében teltek, hogy volt itt azért egy nagyon erős egyéniség, a Samuka, Bencsik Samuka, aki a legtöbb nótát a P-mobilba írta, és hát neki volt egy hagyományos, egy kicsit a Deep Purple-re emlékeztető, nagyon erős karaktere. Zenekar énekese, szószólója, ezért azok a mondatok is az én számból hangzottak el, amelyek a P-mobil ellen irányultak. Sokszor a legjobb szándékom érzéseim ellenére is, mert én attól még szerettem a P-mobilt, de hát ez volt a koncepció, nekem a Samukáik megírták a konferálási annak idején, én még fiatal ifjúnszként, tehát mint egy szócső voltam, és ez a szemlélés elég sokáig tartott, aztán később a Samuka halála után azért ez enyhült olyannyira, hogy még később ugye már a közös színpadra is álltunk a Lóriékkal, és énekeltünk, és ma meg már régóta normalizálódott a viszony. Van egy zenekar, a Kárpát-medencében, ahol is. Szereplői vannak a jelenetnek. Ez egy drámai jelenet tulajdonképpen. Három emberről szól, tehát az a bizonyos zenekarban van egy zenekarvezető, ahol betiltott három ember nevét. Na most ez a három ember az itt van, ezen a színpadon. Nem erről a zenekarról van szó, de természetesen. Na most az ember, aki betiltotta ezeket a neveket, az a mai napig is komoly energiát fordít arra, hogy még rosszabbak legyenek Lidénkes álmai. Azért rettenetes ez a dolog, mert végül is elég. Ugyanis mindezt azért mondtam, mert eljátszunk egy olyan számot, amit akkor csináltunk itt hárman. Egy újabb saját szerzemény. Amikor még nagyon szeretett minket az ember, de hát ilyen az élet. Korcsi,
Szia! Csak annyit szeretnék még mondani egy mondat elejéhez. Még az a jó, hogy a szám nincs betiltva, még az a jó, hogy végül is úgy érzem, hogy a, és remélem, hogy továbbiakban is a zene fog győzni. Nagyon őszintén megmondom, hogy az egyik legjobb barátom volt magánemberként a Sabuka. És érdekes módon a próbateremben pedig egy rettenetes nagy ellentét volt köztünk zeneileg már akkor. Tehát mindig nagyobb lett ez az egész. De ha például a próbaterem után följött hozzám akár vörösborozni, zenét hallgatni, mindig mindenben megegyeztünk, és rettenetesen imádtam a humorát és a szellemét. Thank you.
Hát mondom, ez hogy van. Feljön Samut, hogy mi a izé. Hát, hogy ő rájött, hogy vissza kell menni a gyökerekhez, tehát újra klubzenéket kell csinálni, klubokba kell játszani. Nekem meg az volt a véleményem, hogy az egy visszalépés lenne. Inkább turnékat kéne csinálni. Itt egy évbe kétszer, két hónapot, akkor van ideje az embernek feltöltődni, új nótákat írni, lemezt felvenni. Nem pedig nagyon hajszolni a magát az embernek, hogy mit tudom én, évi 300 fulit játszani ahhoz, hogy megéljen. És mit tudom, turnékra a szponzorok is szívesebben áldoznak. Szóval így a Samuval is végül is ellentétbe kerültünk, és én akkor azt mondtam, hogy így nem akarok részt venni a dologba, szóval, és akkor Samu megalakította a Fox Company nevű zenekart, ahol ő lett a zenekar vezető, mert mondjuk a vége felé úgy vettem észre, hogy irigyelte tőlem a zenekar vezetőséget. Csak neki nem volt a tapasztalata, hogy ez mennyi munkával jár. Neki tényleg csak az volt a dolga, hogy gitározzon. Na és hát végül is én akkor elegem lett az egész dologból. Hát abból, hogy a Wikidál elhagyott, meg és a Samu is, a másik barátom is. Kedves barátom, mindenek előtt köszönöm, hogy gondoltál rám névnapom alkalmából. Hallgatásomnak nyomós oka volt. Problémák merültek fel a zenekaron belül, és úgy tűnik, megint nulláról kell indulnom. Röviden arról van szó, hogy az én álláspontom szerint Gyula a revű szerepléseivel, virágénekléseivel, stb. Komolytalanná teszi azt, amiért én hosszú évek óta minden energiámmal hajtuk. Ez pedig a rockzene ügye. Új zenekart szervezek, melyben a gitárjáték még előbbre fog kerülni, hogy mennyire sikerül, ennek a jó Isten a tudója, de ősszel már mi is többet fogunk tudni. Remélem, te és családod jó egészségnek örvend. Marcsi és én jól vagyunk, júliusban várjuk az utánpótlást. Üdvözlettel, Bencsik Sándor. Thank you.
utálta a szocialista rendszert, borzalmas nagy ellensége volt. Nagyon szépen magába tudta tartani, szóval ő mindig csak olyan helyen mondta, hogy ne legyen belőle problémája, de szóval alapvetően zsigerből volt rendszerellenes, szóval nem bírta sehogy se. Talán ő is egyike azoknak a nagy rockzenészeknek, és nem csak zenészeknek, művészeknek, akik nem bírták ki a kommunizmust. Akik szívük mélyen, lelkük mélyen, pontosan az egyéniségükből fakadóan, a szabadságvágyuknak köszönhetően próbáltak menekülni ebből. És amikor ez a menekülés úgy tűnt, hogy sikerült, akkor kiderült, hogy ez már olyan mély nyomokat hagyhatott benne, hogy ebből már nem tudott Isten igazából kikecmeregni. Úgyhogy nekem meggyőződésem, hogy sajnos ennek az elmúlt rendszernek az áldozata ő. Egy kis barátnője, élettársa, és az édesapja nem vette jó néven a kapcsolatukat, és ott voltak a gondok, és úgy döntöttek, hogy ők akkor elmennek. Gondolom, hogy ezen én már akkor nem voltam itthon, én megnősültem, úgy kívül is voltam egy kicsit a dolgokon, és nem is ment annyira már a zenekar se nekik, úgyhogy összejött egy kicsit, hogy ő el akart menni. Játszottam vele, de nagyon közeli barátságba, nyugodtan mondhatom, hogy barátságba keveredtünk egymással, és egészen annyira, hogy amikor a közös lemezünket csináltuk, akkor rendszeresen már hétvégeken kijártam hozzá, ott aludtam náluk, és közösen dolgoztuk a nótákat, meg hát nagyon sok időt töltöttünk együtt, és valahogy úgy alakultak a dolgok, hogy olyan emberileg közel éreztük egymáshoz magunkat. Eljött a lakásomba, és indulás előtt egy nappal közölte velem, hogy most kimegy külföldre, és nem fog többet visszajönni. És ahogy én mondtam, hogy rajtam kívül nem mondta senkinek tulajdonképpen. Úgyhogy egy nagyon megrázó élmény volt számomra, és utolsó találkozás. Onnan tudtuk meg, hogy ő ki fog menni, hogy a Zsöcivel együtt dolgoztunk egy formációban. Zsöci, a Samu és én. És mondta, hogy ő most kicsikét eltűnik, de a keverő a tiétek. És mondom, jó van Samukám, a keverő a miénk, mert fontos ez most este fél tízkor. Azt mondja, miért az a keverő a tiétek? Mondom, jó Samukám,
Jó, majd akkor beszélünk. Az érzem, hogy keverőlt itt. Jó, keverőlt. Én annyira szerettem és bíztam benne, mert a Sándorkám nem volt egy udvarló típus. Egyszerűen ide nő nem járt hozzá. Hát volt egy szomszéd kislány, vagy nagyon-nagyon szerette volna, de mindent kikerült. Szóval egyszerűen nem foglalkozott a témával. És ez a Marcsi 14 éves korától állandóan az apjával elvitette magát az ország egész részébe, ha volt koncert, elvitette magát, mert annyira kikövetelte az apjától azt, hogy vigye őtet, és annyira fétette őtet, hogy inkább elvitte kocsival. Hát aztán sajnos ez lett a vége. Mondani nem mondott semmit, mikor elment, csak levélbe írta, hogy még csak igazán leesik a szemem. Egész szörnyűség, ami vele történt, először Svédország, aztán vissza, aztán Trájszkiriseni láger. Jellemző abban, amiben éltünk, mert az egész dolgot megéltük. Ott voltak a P-mobil rajongók, ott volt egy-két újságíró, ott voltak a rokonok, ismerősök, a mi hozzátartozók, az ő hozzátartozók. Ez egy 25 éves történet. Tehát irdatlan közösség kovácsolódott azzal, hogy valaki a P-mobilban, akkor az ő barátja, akkor az keresztbe a barátja. Nagyon szép dolgok történtek itt a P-mobil kapcsán. És így álltunk a temetésen, és mondtam, hogy ez tulajdonképpen az enyém is lehetne. Follow the Bible, the sinner of
szóló